Érdekes események zajlanak most itt a választásnak a finisében Ukrajnában. Elsősorban az, hogy meglepő, hogy Parubíj önhatalmúak, vagy nem tudom, ki jogosította fel őket arra, hogy az európai tanácsi megfigyelőket nem engedik be a választásokba. Minden európai országban, minden választásokon az európai tanácsnak a megfigyelői részt vettek és részt vesznek. Az európai tanács egy olyan szervezet, amely valamennyi európai államot egyesít, nem csak az, akik az Európai Unió tagjai, hanem akik kívül vannak is, és ez egy érdekes és meglepő és figyelemfelkeltő dolog az, hogy ez megtörtént. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy mintha a választásoknak a tisztasága az elnökválasztások után lekerült volna a napi rendről, emlékezzünk az elnökválasztás idején, mind az amerikai nagykövetség, vagy például az amerikai politikusok, európai politikusok, de ukrajnai politikusok, az ukrán ügyészség, az ukrán rendőrség beszélt arról, milyen fontos a elnökválasztás tisztaságának a megőrzése az, hogy harcoljanak a megvesztegetések és a különböző csalások ellen. Most így 2 héttel a választások előtt nem nagyon hallunk olyasmit, hogy erről lenne szó, viszont azt arról hallunk, hogy különböző olyan dolgok történnek Kárpátalján, meg arra utalnak, hogy újra régi módszereket kívánják alkalmazni egyes képviselőjelöltek, itt van a klónoknak a módszere, ami a mi közvetünkben is megvan. Ami nem keltett senkiben, ugye a kárpáti magyarságon kívül felháborodást, ez természetes lenne, hogy valaki eleve választás egy csalással kívánja megnyerni a választásokat, pedig az, ami szinte úton útféle tapasztalható, hogy sokan beszélnek arról is, és ha beszélnek ennyien erről, akkor van annak alapja is, hogy választás vásárlás is fog történni itt a 73-as körzetben, vagy pedig az, hogy mintha a rendőrség és a titkosszolgálat a Kárpátaljai Magyarság képviselőivel szemben, azokkal szemben, akik nekem elvállalták azt, hogy kurteseim lesznek, eléggé aktívan lép fel. Nagy pedig beszéljünk azok a dolgok, hogy némely magyar községben levették a magyar zászlót, amelynek a kitételét vagy az ott létét semmilyen ukrán nem tiltja, és ezekre a kérdésekre nem tudunk választ kapni. Emiatt ugye, mint ahogy minden alkalommal megpróbálunk egyenesen felhívni a figyelmét az ország vezetőinek arra, és nemzetközi szervezetek vezetőinek arra, úgy véljük, hogy olyan dolgok történnek a 73-as közöttben és más közöttek is, amelyek negatívan befolyásolják a választás tisztaságát. Konkrétan pedig ugye ez az áll közvéleménykutatók, akik KMKS munkatársainak adták ki magukat, és még sok más. Ezeket összegyűjtjük, és az illetékes szervekhez fogunk folytatni, fordulni, hiszen számunkra nagyon fontos az, hogy a választás tisztaságát őrizzük meg, és ne engedjük azt, hogy azokkal a 90-es években bevett módszerekkel próbáljon valaki előnyt szerezni, amelyek nem felel meg azoknak az értékrendnek, amelyek Ukrajnában működnie kellene, és nem felel meg annak a irányvonalnak, amely Ukrajna európai integrációra irányul.